Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner pedagógus. Szüksége van-e a narcisztikusnak arra, hogy te tanácsot adjál neki? Elmondok neked egy történetet, és döntsd el, hogy szüksége van-e a narcisztikus hozzátartozódnak, vagy ismerősödnek, hogy ha kérdez is, tanácsot adjál neki. Képzeld el azt, hogy egy narcisztikus családban nőttél fel, valószínű, hogy abban nőttél fel, mert akkor nem hallgatnád ezt a videót, ha nem így lenne, és nem érdekelne a narcizmus témája. Tehát egy narcisztikus családban nőttél fel, édesanyját vagy édesapád, vagy esetleg mind a kettő narcisztikus problémákkal küzdik, és te ismered ennek a családi légkörét. Nos, a te narcisztikus szüleid egy bizonyos kort betöltve nyugdíjba mennek, és édesanyád először lelkesen főz, kihasználja a rengeteg szabadidőt, hogy elmennek bevásárolni, különféle házi dolgokat készít, befőttet, süteményeket, házi tésztát, házi ételeket. Aztán egy idő után megkérdezik tőled, hogy te mit tanácsolsz? Főzzenek-e, főzön-e édesanyád, vagy pedig rendeljenek ebédet? Mert ott van a nyugdíjas jegy, van rá lehetőségük, hogy kedvezményesen üzemi étkezdéből ételt hordjanak minden délben. És akkor te elgondolkozol, és azt mondod, hogy ha te tehetnéd, és otthon lennél, akkor te főznél. És miért mondod ezt? Azért, mert esetleg te dolgozol, reggeltől estig a munkahelyeden vagy, az se tudod, hogy hol áll a fejed, a te gyerekeid az iskolában étkeznek, a férjed valahol szintén üzemi étkeztetésben, vagy valahol külső étteremben, és a te szíved fájdalma az, hogy te szeretnéd a családodat ellátni, szeretnéd, hogy a gyerekeid te főztödön nőnének fel, és azért azt tanácsolod a szüleinek, hogy ha már nyugdíjasok, ha már reggeltől estig ráérnek, akkor te szerinted főzzenek, mert kiadósabb, egészségesebb, háziasabb, szeretetteljesebb ez a fajta megoldás. Eltelik egy pár nap, és azt mondják a szüleid, hogy hát lehet, hogy két napot főzünk, három napot hozzuk az ebédet. Aztán megint eltelik egy pár nap, és újra felvetődik ez az egész főzés téma, hogy mi legyen az étkezéssel, és azt mondja édesapád, hogy hát úgy döntöttünk, hogy nem fogom kínlasztani az édesanyádat, étteremből vagy az üzemből hozatjuk el az ennivalót, így jó lesz mindenkinek. Te bólintasz, és azt mondod, hogy ti tudjátok, ahogy nektek jó. Aztán, amikor a szüleid otthagynak, elmennek esetleg, akkor elgondolkozol ezen az egész történeten. Ez azért érdekes, hogy kér-e tőled tanácsot a narcisztikus, és mit kezd vele? Azért érdekes, mert nem azért kér tanácsot tőled, mert tényleg a te tanácsodra, a te véleményedre kíváncsi. Nem. Azért kér tanácsot, és azért bolygat különféle problematikus kérdésekkel, mert ő akkor úgy gondolja, hogy elveszítette a te figyelmedet. Vagy te nem figyelsz rá eléggé, nem kérdezősködsz felőlük, nem foglalkozol velük, az ő problémájukat nem veszed magadra, és mivel úgy érzik, hogy kiesett a kezükből a feletted való kontroll, a feletted való irányítás, az uralom, ezért kitalálnak egy történetet, vagy kitalálnak egy problémát, amiről elhitetik magukkal is, meg veled is, hogy ez egy valós probléma, és elkezdenek téged faggatni, hogy te mit tennél az ő helyükben. Na persze, te az ő helyükben nem tudod, hogy mit tennél, mert még nem vagy nyugdíjas, nem nőttek fel a gyerekeid, nincsen rengeteg szabadidőd, de azt tudod, hogy te most a te pillanatnyi helyzetedben
örülnél neki, ha lenne annyi időd, hogy normális kaját főz a családodnak. Tehát a narcisztikus nem arra kíváncsi, hogy te neked mi a véleményed. Nem arra kíváncsi, hogy te hogy oldanád meg ezt a problémát, hanem ő azt akarja, hogy újra figyelj rá. Újra bevigye a narcisztikus az életét, a problémáját, a nehézségeit, a megoldatlan dolgait, bevigye a te életedbe, és ez fontosabb legyen, mint a te életed. Hogy újra elkezdj velük foglalkozni, állandóan ők járjanak a gondolatodban, állandóan arról agyalj, hogy hogy lenne ez a főzés kérdés jól megoldható, tehát életednek középpontjává újra beteszik önmagukat a narcisztikus szüleid. És azt tapasztalod, hogy te bármit mondasz, az sose lesz jó. Ha te azt mondod, hogy a tej fehér, akkor nekik fekete. Ha te mondod, hogy fekete, akkor nekik biztos, hogy fehér lesz. Tehát te bármit fogsz tanácsolni, az a tanács, az a megoldásmód, az soha nem lesz nekik jó. Nem lesz jó, mert várják a figyelmedet, az idődet, az erődet, a gondolkozásodat. Várják azt, hogy életed középpontjává váljanak újra és újra. Amikor a narcisztikus felvet egy problémát, vagy kér tőled egy tanácsot, azt fogod tapasztalni, hogy annyi minden van, amiből ők a problémájuk megoldására hoz, vagy problémájuk megoldásához különféle információt szerezhetnének. Nem kellene, hogy tőled megkérdezzék, mert szerezhetnének maguk is információt máshonnan. És te elmondod az ötleteidet, elmondod a tanácsodat, elmondod, hogy például hogy lehet praktikusan, gyorsan, egyszerűen finomakat főzni otthon, küldesz át egy pár olyan receptet, ami fél óra, óra alatt kész van, és gazdag étellel teríthetik meg az asztalt, és akkor ők erre azt mondja édesanyád, hogy neki is vannak ilyen receptjei, ó, ő már ezeket régen kipróbálta, ezért meg ezért nem volt jó, már ezeket el is felejtette, és így tovább. És te mindig azt érzed, hogy bármit javasolsz, az a javaslat nem lesz jó. Hogy téged leértékelnek, nem vesznek komolyan, nem fogadják meg a tanácsodat, nem figyelnek rád, és ez egyre jobban elkezd téged bosszantani. Hogy akkor miért kérdezte meg, miért fordult hozzám, miért várja, hogy megmondjam, hogy mi legyen. Nos, nem várja, hogy megmond, hogy mi legyen. Azt várja csak, hogy figyelj rá. Azt várja, hogy add neki az idődet, az energiádat, az ötletedet, és majd ő eldönti, hogy mit kezd vele. Neki te újra narcisztikus forrássá kell, hogy várjál. Nem a tanácsod kell, hanem az a forrás kell, amiből majd a narcisztikus kínálat ő feléjük áramolni fog. A narcisztikus ember belülről üres, belül nincs semmije. Igazából belül nincs, mondjuk úgy, hogy nincs megoldandó problémája, mert ő alkotott egy hamis világot, és ezt a belső ürességet beburkolta ezzel a hamis világgal. És ez a hamis világ gerjeszti azt, hogy kívülálló emberek bizonyítsák ennek a hamis világnak a létét, bizonyítsák a nagyszerűségét, a jogosultságát, és tulajdonképpen nem a narcisztikus belső üres világának van szüksége a te tanácsodra, hanem ennek a hamis, jól megalkotott, vagy inkább mondjuk úgy, hogy ravaszul megalkotott külső énnek, ennek a külső hamis világnak van szüksége arra, hogy te folyton megerősítsd, add az erődet, idődet, energiádat, figyelmedet, dicséretedet, ismerd el a jogosultságát, mert ez a külső világ kezd összezsugorodni, összefonnyadni akkor, hogyha te nem figyelsz rájuk. És ezért koholnak olyan átlátszó problémákat, ami tulajdonképpen nem is probléma, mert
nagyon egyszerűen el lehetne dönteni a megoldást, ha tényleg megoldást akarnának benne. A narcisztikusra jellemző még az is, hogy amikor úgymond tanácsot kér tőled, akkor valahol ő bizonytalan abban, hogy milyen megoldást válasszon. És mivel megvan a ravassága, ezért úgy gondolja, hogy majd a te döntésed, amit te döntesz, majd arról ő minősítést fog adni. Megmondja, hogy jó vagy nem, használható vagy nem használható. Magyarul a narcisztikusnak az a célja, hogy mindig negatívnak minősítse a te javaslatodat, a te tanácsodat, hogy ezáltal ő téged le tudjon értékelni, le tudjon húzni, le tudjon nyomni, meg tudjon alázni, mert ő neki erre szüksége van. Tehát szüksége van a figyelmedre, a csodálatodra, de szüksége van arra is, hogy ő mindig feletted álljon, és ezt nagyon sokszor úgy tudja csak megtenni, hogyha téged lenyom, megaláz, elkeserít, leértékel, rossznak minősít, butának mond ki, és azt mondja, hogy az, ahogy te megoldod a dolgokat, ez így nem ér egy kalap semmit se. Ettől függetlenül kikényszeríti belőled a döntést, kikényszeríti belőled a tanácsot, a véleményt, és úgy gondolja, hogy ha ő mégis elkezdi alkalmazni a te tanácsodat, és történik valami, valami nem jól sül el, vagy nem jól jön be, akkor annak a következményét rá tudja hárítani. Tehát amikor el kell dönteni, hogy a tej fehér vagy fekete, akkor ha te rosszul döntöd el, és azt mondod, hogy fekete, akkor azt fogja mondani, hogy őt azért nézték hülyének, mert te mondtad, hogy a tej fekete. Tehát rá fogja hárítani a döntésedért a felelősséget, ő kibújik a döntés alól is, kibújik a felelősség alól is, kibújik a következmények alól is, és mindenben te leszel a hibás, mert te nem jó dolgot mondtál neki. Ezzel is téged fog leértékelni, és azt fogja mondani, hogy benned van a hiba, nem ő benne, bezzeg, ő bizalommal fordult hozzád, és te mégis rossz tanácsot adtál neki, te nem szeretted annyira őt, hogy jó tanáccsal lásd el. A narcisztikus azért értékel le téged, mert te nem vagy üres. Neked nincs hamis világod, neked van egy valós éned, egy valós világod, valós problémákkal, amiket te valóságosan megoldasz, és lehet, hogy soha az életben nem kérsz a narcisztikus szüleitől semmilyen tanácsot, nem vonod be a problémáidba őket, mert magad is meg tudod oldani ezeket a feladatokat. Tehát kompetens vagy a saját életedben, a kezedbe tartod az életednek az irányítását. Tehát te nem vagy üres, a te világodban van tudás, van erő, van tapasztalat, van gyakorlatiasság, van probléma megoldó képesség, és van felelősségvállalási tudat. Mindezek hiányoznak a narcisztikusból, ezért üres ő belül, és ezért kell neki ez a hamis világ, amit megalkotott, hogy ezt a hatalmas nagy ürességet elfedje. De neked erre a hamis világra nincs szükséged, mert te neked a valós világodban megvan mindaz, amire szükséged volna, vagy szükséged van. Tehát a narcisztikus mindazt, amit te benned, a te valós világodban megvan, ezt áthúzza, megsemmisíti, leértékeli, és irigy rá, hogy te neked van miből meríteni, hogy te saját magad vagy az energiaforrásod, és nem kell másnak a figyelme, nem kell másnak a csodálata, nem kell mást megaláznod ahhoz, hogy érezd magad valakinek, vagy hozzáértőnek tartsd magadat ahhoz, hogy egy-egy problémádat meg tud oldani. És amikor te látod azt, te tapasztalod azt, hogy te bármit mondasz, bármit teszel, bármit javasolsz, tanácsolsz, az soha nem jó, ez mindig nem van értékelve, akkor egy idő után elkezdel magadban még többet befektetni. Még többet kutakodsz, még elkezded nézni mondjuk az éttermeket, hogy hol olcsóbb az ennivaló, hogy lehetne minél olcsóban kiszállítatni a szüleidnek, sőt, még az is felmerül benned, hogy talán neked kellene főznöd, hogy szegény édesanyádnak mondjuk ezt ne kelljen csinálni, de azért mégis házi ennivalót egyenek,
és te magadba egyre többet fektetsz be, egyre többet kutakodsz a dolgok után, egyre több mindent vásárolsz, mondjuk, mert arra számolsz, hogy te fogsz főzni rájuk, egyre több időt töltesz azzal, hogy ténylegesen erőt fedett, megpróbálod őket ellátni, és ők ezt kihasználják. Kihasználják, valószínűleg elfogadják azt, hogy te kiszolgáld őket, örülnek annak, hogy sikerült bevonni téged az ő problémájukba, az életükbe, hogy újra figyelsz rájuk, hogy újra az ő szolgálatukba szántad magadat, mert nekik erre volt szükségük, hogy te újra forrássá, narcisztikus forrássá legyél. Csak hogy ezzel ők nem fognak betelni az ő hamis világuk, csak takarni fogja a belső ürességüket. Az ő belső ürességükben nem lesz nekik több, sőt, egyre nagyobb lesz ez az üresség. Mert ugye te abba hagyod mondjuk a róluk való gondoskodást, vagy nem folytatod a főzést, nem vásárolsz nekik, de nem azt nekik tanácsod, akkor azt fogják mondani, hogy te egy szívtelen, hálátlan gyermek vagy, akiről annak idején gondot viseltek, felneveltek, tanítattak, munkába állítottak, elindítottak az élet útján, és te nem vagy hajlandó viszonozni semmivel sem. Tehát a narcisztikus nem tanácsot kér tőled, hanem, ahogy mondtam, a figyelmet, az erőt, a kitartásodat, az ő felé irányuló búkjaidat, a dicséreteidet, ezeket kéri tőled, illetve azt akarja tőled, hogy minél jobban maga alatt tudjon tartani, minél jobban tudjon téged irányítani, ugráltatni, befolyásolni, manipulálni, minél nagyobb kontroll tudjon felettet tartani. És hogyha ő úgy érzi, hogy a kontroll kiment a kezéből, elvesztette a kontrollt feletted, vagy valaki mások felett, és neki szüksége lenne a hamis világának a megerősítésére, akkor elkezd téged visszafele szippantani különféle áll problémákkal, bevonni újra az életébe, az életükbe, hogy a te életed középpontjába ők legyenek, és ne te legyél, vagy ne a te családod, gyereked, férjed, és mondjuk a munkád. A narcisztikus azt is eléri nálad, hogyha mondjuk rossz, ő szerintük rossz tanácsot adsz, akkor elkismeret fordulásod lesz, bűntudatod lesz, önmagadat szintén le fogod értékelni, hogy nem értettél hozzá, nem voltál jó szándékú, nem voltál kompetens abban a kérdésben, nem értettél a dolgokhoz, tehát nem csak ők értékelnek, hanem te is le fogod magadat értékelni. És minél többet fektetsz be a te fejlődésedbe, ő annál jobban le fog értékelni, mert annál jobban szemet fog neki szúrni, hogy te benned mennyi gazdagság, mennyi élet, energia van, ő pedig milyen üres életet él. A narcisztikus tőled várja el, hogy az ő életét élőnek, elevennek, mozgalmasnak, jónak, dicsőségesnek nyilvánítsd, mert igazából ő ezekre a dolgokra nálad nélkül képtelen. Ha valamikor elveszi a kontrollt, és nincs energiája, akkor a hamis világa kiukad, összezsugorodik, eltűnik, és megmutatja azt, hogy belül mennyire üres, és ilyenkor kezd el tőled tanácsot kérni, figyelmet kér tőled, de ezt nem mondja ki nyíltan, mert az a célja, hogy új erőforrás csapot nyissál meg az ő számukra. Ezzel ő a kezébe veszi az irányítást, újra nála lesz a kontroll, az összezsugorodott hamis lufi elkezd újra telítődni, felfelé fújódni, és érezni fogja, hogy mekkora hatalma van feletted, az életed felett, a gondolataid felett, a szándékaid felett, és így megtelik erővel, duzzad, szinte felduzzad, és azt veszed észre, hogy ezt az erőt nem arra használja, hogy majd téged megbecsüljön és értékeljen, hanem arra használ, hogy leértékeljen. Tehát még egyszer mondom, hogy a narcisztikus, amikor tanácsot kér tőled,
gondolkozz rajta, hogy tényleg szüksége van-e a tanácsra, a te tanácsodra, mert te akármit fogsz mondani, az általában nem lesz jó, az lesz jó, amit ő akar, ahogy ő akarja megoldani a problémát, és te tőled nem kér csak figyelmet, sajnálatot, segítőkészséget, bűntudatot, együttérzést, félelmet, szégyenérzetet, és még talán azt is kéri, hogy irigykedjél rá. Tehát te magad, az erőd, az lesz majd a kínálat, amiből a narcisztikus táplálkozni fog, és nem a te tanácsodból. Amikor a narcisztikusnak a te vélemény nyilvánításodra vannak reakciói, akkor ezeket a reakciókat be fogja csomagolni. Ajándéktáskába teszi, díszpapírral látja el, meg masnival. Úgy fogja tálalni, hogy az mennyire jó, ahogy ő döntött, és mennyire rossz, ahogy te adtad a tanácsot. És azt ugye a történet szerint ugye a szüleid úgy döntöttek közösen, hogy vitetik az ennivalót, hogy a mamit ne kínozzák, az édesanyádat ne kínozzák. És itt benne van a szó, hogy kínzod őket. Kínzod édesanyádat, mondjuk, hogyha ő azt mondott, hogy főzzön otthon. Tehát ezzel is egy ítéletet mondanak feléd, hogy te nem vagy szeretetteljes, nem vagy belátó, nem vagy együttérző, nem vagy egy empatikus, nem foglalkozol velük, nem vagy hálás, szívtelen vagy, gonosz vagy, kínzója vagy édesanyádnak, rákényszeríted az akaratodat, és bezzeg ők tudják azt, hogy ők mennyire empatikusak egymással, mennyire szeretetteljesek, mennyire együttérzőek, és ugye mondjuk az édesapád is mennyire lemond arról, hogy házi kosztot tegyen, meg fog elégedni nagy elánnal az üzemi koszttal, mert hát ugye a drága kis feleségét ki akarja kímélni, és hogy ez milyen szeretetteljes dolog. Tehát ezeket a reakciókat a narcisztikus beburkolja, becsomagolja, ajándéktáskába, ajándékdobozba teszi, és úgy tünteti fel a világ előtt, hogy ő milyen humánus, szeretetteljes, és mennyire odafigyel a hozzátartozóira. A narcisztikusnak különleges képessége ez a manipuláció, az, hogy másokat pszichikailag, fizikailag, gondolatilag, érzelmileg befolyásoljanak. A narcisztikus nagyon sokszor megsemmisíti az áldozatának a védekező képességét. Tehát olyan technikákat, olyan manipulációs dolgokat tud alkalmazni, aminél szó szerint elfelejted, hogy hogyan védekez ezek ellen a manipulációk ellen. Amikor egy tanácsot kér, vagy egy problémát vet fel neked a narcisztikus, akkor te úgy érzed, hogy bízik benned. Mennyire fontos neki a te véleményed. Nem tudja eldönteni, hogy mi legyen. A te segítségedre van szüksége. Ez egy álca, egy burok, egy manipuláció. Ezzel csak bevon, visszavon forrásává. És nem azt akarja, hogy megold a problémáját, mert nem is probléma. Mert lehet, hogy 2 hétig hordják az ennivalót az üzemi kajáldából, aztán utána ráfogják, hogy emelkedtek az árak, és már nem éri meg hordani, meg hogy mindig oda van az idejük, mert előtte egy óra még elmennek, meg sorba állnak, meg kihűl a kaja, mire hazaérnek, és a végén az se lesz jó, amit te mondasz, meg az se lesz jó, amit ők döntöttek, de mindig meg fogják tudni magyarázni, hogy miért gondolják azt, hogy mégis az a jó, amit ők döntöttek. És miért vagy te rossz tanácsadó, miért vagy te szaralak, miért vagy te hálátlan gyermekük. Tehát ne hidd el, amikor azzal manipulál, hogy hozzád fordul, ne hidd el, hogy téged akar naggyá tenni azzal, hogy bízik benned, hogy megoldást vár tőled, nem téged akar naggyá tenni. Ő akar uralkodni feletted, ő akarja lerombolni az értékeidet, ő akarja kimondani rólad, hogy nem jó tanácsadó vagy, és ő akar uralkodni rajtad.
érdemes megtanulni, hogy és észrevenni, hogy mikor milyen javaslata, kérése van a narcisztikusnak, és hogy ezzel mit akar elérni. Tehát ez lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy mit akar elérni, hogy most mire van szüksége. Főleg, hogyha rálátunk dolgokra, hogy előtte a narcisztikus hogy veszítette el a kontrollját, hogy veszítette el az uralmi pozícióját, a vezető szerepét, hogy csökken a narcisztikus energiaforrása, és hogyha ezeket észrevesszük a manipulációja mögött, illetve megértjük, akkor sokkal könnyebben tudunk nemet mondani arra, hogy akár tanácsot adjon neki, akár visszavonjon bennünket, visszaszipkázzon bennünket az ő narcisztikus forrásává. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a videót, hogyha szeretnéd, hogy még több témában is jártas legyél, hogy kompetens legyél, és megértsd a mindennapi életben, hogy mit is akar tőled valójában a narcisztikus a szép burkolt diszcsomagolás alatt, akkor kérlek, hogy hallgassd a videóimat, oszd meg, lájkold, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a többi videómra is. Szia, legyen szép napod!